26. fejezet Víz a sziklából És elindul a Izrael fiainak egész gyülekezete a szín pusztájából, az úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének refidimben. De a népnek nem vala innivaló vize. Verseng vala azért a nép Mózessel, és mondák, adjatok nékünk vizet, hogy ígyunk, és mondanékik Mózes, Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az urat? És szomjúhozik valahogy a nép a vízre, és zúgulódék a nép Mózes ellen, és monda. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal őj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az úrhoz kiállt a mondván. Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engemet, és az Úr mondta Mózesnek, Eredj el a nép előtt, és végy magad mellé Izrael vénei közül, pálcádat is, melyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé én odaállok te elődbe a sziklára a hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes az Izrael vénei szemelátára és nevezi annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izrael fiainak versengéséért, mert kísértették az urat, mondván, vajon köztünk van-e az úr, vagy nincsen. 2 Mózes 17, 1 hétig. Megértettük, hogy a manna által Isten lelki eledelt adott a népnek. Az említett történetből láthatjuk, hogy minnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. 1 Korintos 10. 4. A víz az élet egyik legfontosabb eleme. Valójában maga az élet. Az emberi test kétharmada víz. Megfelelő vízellátás nélkül az állatok és a növények hamar elpusztulnának. Azok az emberek meghaltak volna a pusztában, ha nem kapnak vizet. Ezért számukra a víz az élet volt. Aki szenvedett már a szomjúságtól, el tudja képzelni, hogyan frissült fel Izrael gyermekeinek a lelke, és hogyan kezdődött bennük egy új élet, mihelyt ittak abból a kristálytiszta élő vízből, amely a megütött sziklából fakadt. A szikla Krisztus volt. A Biblia Istent sokszor sziklához hasonlítja. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Zsoltár 18.2 Az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Zsoltár 92.15 Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla. Cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32. 3. 4. Jézus Krisztus a szikla, amelyre az egyház épült. Élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskő, amelyre, ha hozzá megyünk, mint élő kövek épülünk fel lelkiházzá. 1 Péter 2. 4. 5 mind a proféták, mind az apostolok Jézusra építettek, akit nem csak szegletkőnek tartottak, hanem az egyetlen alapnak, amelyre építeni lehet. Aki nem ő épít, az futó homokra épít. A kőszikla, amit a nép a pusztában látott, csak a szikla szimbóluma volt. Jézus Krisztus volt az, aki a sziklán állt, de akit ők nem láttak. Az a kemény szikla nem tudott volna vizet adni. Nem volt benne kimeríthetetlen víztömeg, ami ha egyszer kifakad, utána édes, friss víz folyik belőle. Magában a sziklában nem volt élet, de Krisztus az élet szerzője rajta állt, és a víz saját magából fakadt. Nem kell elméleteket gyártanunk, mert a Szentírás világosan kijelenti, hogy ők Krisztusból ittak. Ez a tény nyilvánvaló kell, hogy legyen mindenki számára, aki gondolkodik. Valójában a víz közvetlen válaszként érkezett a hitetlen kérdésükre: vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? A sivár pusztaságban a vizet a kemény sziklából biztosította, és ezzel az Úr megmutatta népének, hogy ő valójában közöttük van, mert rajta kívül ezt senki sem tehette volna meg. De az Úr nem vendégként volt ott közöttük. Ő volt az életük, és a csoda megmutatta ezt a valóságot. Az izraeliták tudták, hogy a víz az egyetlen életreményük, és nem tagadhatták, hogy a víz, amely felfrissítette őket, közvetlenül az Úrtól származott. Ezért azok, akik gondolkodtak, megértették, hogy Isten az életük és támogatójuk. Akár tudták, akár nem, közvetlenül Krisztusból ittak, vagyis az életéből részesültek. Nála van az élet forrása, zsoltár 36. 9. Hatalmas különbség volt azok között, akik felismerték, és azok között, akik nem ismerték fel, hogy Krisztus az életük forrása. Ha felismerték, ha hittel ittak, akkor lelki életet kaptak a sziklából. Ha nem ismerték fel az urat csodálatos ajándékában, akkor a víz számukra nem jelentett többet, mint amit az állataiknak jelentett. Az ember, még ha tisztességben is van, de nincs okossága, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak. Zsoltán 49-20. De amikor az ajándékban az emberek a magasabb értelmükkel az urat nem ismerték fel jobban, mint marháik, akkor kevésbé bizonyultak értelmesebbnek, mint az állatok. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismer, az én népem nem figyel rám. Ézsaiás 1-3 Tekintettel a sziklából fakadó víz csodájára, aki maga az úr volt, jobban megérthetjük Isten későbbi szavainak erejét, amikor így fejezi ki népe döbbenetes bűnét, hogy eltávolodtak tőle. Álmélkudjatok ezen, ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg igen. Azt mondja az Úr, mert kettős gurosságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás 2:12 12-13 a Zsoltáros azt mondta Istenről, ő az én kősziklám, akiben nincsen hamisság. Élete igazság, ezért azok, akik hitben élnek benne, igaz életet élnek. A sziklából azért fakadt a víz, hogy az embereknek életük legyen. A víz Krisztus élete volt, ezért miközben ittak belőle, ha ivás közben felismerték volna a forrást, amelyből a víz fakadt, akkor az igazságban ittak volna, és igazsággal áldottak volna meg, mert meg van írva. Boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ha szomjazzuk az igazságot, és megelégítetünk, csak azért elégítetünk meg, mert abból az igazságból ittunk, amely után szomjaztunk. Jézus az élő víz forrása, amikor a samáriai asszony meglepődött, hogy Jézus vizet kért tőle, ő így szólt hozzá. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mivel a nő továbbra is csodálkozott az ő szavain, Jézus hozzátette. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4, 10, 13, 14 Most ezt az élő vizet bárki ihatja, és a lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések 22, 17. Az életvize, amelyből mindenki ihat pénz nélkül, az életvizének tiszta folyója, amely ragyogóval, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Jelenések 22, 1 ez a folyó Krisztusból árad ki, mert amikor János látta a trónt, ahonnan az élet vize folyt, a trón közepén látott egy bárányt állani, mint egy megülettet. Hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét lelke, amely elküldetett az egész földre. Jelenések 5-6 Ha a Golgotai keresztre tekintünk, még világosabban fogjuk látni ezt a dolgot. Amikor Krisztus a kereszten függött, egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. János 19.34 És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. 1 János 5.8 Tudjuk, hogy az élet a vérben van. 3 Mózes 17, 11.14. És a lélek élet az igazságért. Róma 8.10. Ezért, mivel a lélek, a víz és a vér egyek a bizonságokban, azt jelenti, hogy a víznek az élet vizének kell lennie. A kereszten Krisztusból az élete folyt az emberiségért. A teste Isten temploma volt, és szívében Isten trónolt. Így az élet vize amely az átszúrt oldalából áradt, ugyanaz az életvize volt, amely Isten trónjából ered, és trónjából ömlik, amelyből minnyájan ihatunk és élhetünk. Szíve a kutfő, a bűn és tisztátalanság ellen. Zakariás 13.1 Isten lelke az, aki az életvizét adja, vagy inkább az életvizét kapjuk a Szentlélek befogadása által ezt Krisztusba vetett hitáltal tesszük meg, akit a Szentlélek képvisel. A sátoros ünnepek utolsó napján feláll a Jézus és kiállt a mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez pedig mondja vala a lélekről, amelyet veendők valának, az ő benne hívők. János 7. 37-től 39 -ig. A szívbe fogadott Szentlélek Krisztus életét hozza nekünk, vagyis az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nékünk. 1 János 1. 2. Aki örömmel fogadja a Szentlelket, az életvizét kapja, amely ugyanaz, mint Krisztus vére, megegyezik Krisztus vérével, amely megtisztít minden bűntől. Az izraeliták a pusztában ugyanezt kaphatták volna, ha hit által ittak volna. A Mózes által megütött szikla ugyanúgy, mint Pálapostól idejében a Galata beliek között is megtörtént a szemeik előtt. Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg. Galata 3.1 Krisztus keresztjének lábánál álltak, ugyanolyan valósággal, mint a zsidók tömege Jeruzsálemtől a golgotáig. Közülük sokan nem ismerték fel a meglátogatásuk napját, és meghaltak a pusztában csak úgy, mint a későbbi zsidók, akik nem tudták, hogy keresztre feszítették Krisztust, és bűneikben haltak meg Jeruzsálem pusztulásánál. Valakik pedig befogadák őt hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. János 1.12 Mózes idejében az izraelitáknak semmi mentségük nem volt, amiért nem ismerték az urat, mert ő megismertette magát sok különleges csoda által. Egyetlen mentségük sem volt, hogy nem ismerték fel Jézust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, mert minden napon bizonyítékát látták annak, hogy ő volt az életük. A megütött szikla folyamatosan bizonyságot tett az üdvösség sziklájáról, amely bőségesen rájuk árasztotta az életét az átszúrt oldalából. Az úr megváltottai az énekek közepette mennek majd Sion felé, de nem kell őket noszogatni az éneklésre. Ők énekelni fognak, mert boldogok és csak az ének képes kifejezni örömüket. Örömmel fognak vizet meríteni az üdvösség forrásaiból. Ez az öröm az Úr öröme. Az égből származó kenyérrel táplálja őket, és örömei folyamából itatja őket. Más szavakkal ő saját magát adja. De amikor az Úr saját magát adja, többet nem is adhat. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Róma 8:32. Isten akkor adja a saját magát, amikor életét adja Krisztusban. Ezt a gondolatot kapták az izraeliták, amikor az élet vizében részesültek, amely Krisztusból fakadt. Innen tudjuk, hogy mindaz, amit Krisztus evangéliuma tartalmaz, az emberek számára, az izraeliták mind megkapták a pusztában. Már láttuk azt, hogy az Ábrahámnak szóló ígéret az evangélium volt. Az eskü, amely megerősítette az ígéretet, nem más, mint az az eskü, amely erős bátorságot ad, amikor menedéket találunk Krisztusnál az Isten szent helyén. Az eskü célja, hogy biztosítsa az izraelitákat Isten ingyen kegyelméről, és arról, hogy Krisztus életéből ihatnak, ha elhiszik, hogy a víz a sziklából származik. Az eskünek az is célja volt, hogy biztosítsa őket, hogy Ábrahám áldása nekik szól, vagyis a bűnöknek bocsánata, Isten igazsága által Krisztusban. Erről a következő szavak tesznek bizonyságot. Megnyitotta a kősziklát, és víz szúdul ki, folyóként futott a sivatagon mert megemlékezett az ő szentséges ígéretéről, amelyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának. Zsoltár 105. 41. 42. Jézus Krisztus a bárány, aki megületett e világ alapítása óta, jelenések 13.8, aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt. 1 Péter 1.20 Krisztus keresztje nem valami ideiglenes, hanem jelen van mindenütt, ahol megmentése váró bűnösök vannak, egészen a bűneset óta. Mindig jelen van, így a hívők pálapostollal együtt mondhatják. Krisztussal együtt megfeszítettem. Galata 2.20 Nem kell visszatekintenünk, hogy megláthassuk a keresztet, mint ahogy az elődeinknek sem kellett előre tekinteniük, hogy meglássák azt. Tárt és kinyújtott karral korszakokat ölel át, az elveszített édentől a helyreállított édenig. Bárhol és bármikor az embereknek csak felfelé kellett tekinteniük, hogy láthassák a földről felemeltetett Krisztust, magához vonva őket, meg nem szűnő szeretete által, rájuk az élet folyamát. Valódi jelenlét. A nép zúgolódott a víz hiánya miatt, ezt mondvám. Vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? 2 Mózes 17 hét. Az Úr a legpraktikusabb módon válaszolt erre a kérdésre. A hórep szikláján állt, és vizet adott nekik, hogy éljenek. Ő valóságban volt ott jelen, személyesen. Ott volt az igazi jelenléte. Amiért nem láthatták, nem azt jelenti, hogy ő nem volt ott mivel bizonyítékát adta, hogy nincs távol egyikőjüktől sem, ha hitáltal vágyakoznak rá, megtalálhatták és elfogadhatták volna, és valódi jelenléte ugyanolyan valós lett volna bennük, mint a víz, amit megittak. A mannában, amit az izraeliták minden nap megettek, és a sziklából fakadó vízben az urvacsora szent jegyeinek párhuzamát találjuk meg. A kenyér és a víz nem Krisztus volt, mint ahogy a kenyeret és a bort semmilyen módon nem lehet megváltoztatni Krisztus valódi testévé és vérévé. Nem használna semmit sem, mert ha meg is lehetne változtatni, a test semmit sem használ. A szent jegyek Jézus valódi jelenlétére mutatnak azok számára, akik lelki szemeikkel láthatják az Úr testét. A szent jegyek mutatják, hogy Krisztus hitáltal a szívben lakik, ugyanolyan valósággal, mint ahogy a test befogadja a szimbólumokat. Krisztus ugyanolyan valósággal van jelen, mint ahogy azok a szimbólumok megemésztődnek és hússá válnak, ugyanúgy Krisztus, az ige testé válik mindazokban, akik hit által elfogadják őt. Krisztus a Szentlélek ereje által formálódik bensőnkben. Isten nem egy mítosz. A Szentlélek nem egy mítosz. Jelenléte ugyanolyan valós, mint ő maga. Amikor Krisztus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelen három húsz. Akkor ő egy valódi helyzetre utal. Amikor pedig azt mondja, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk, János 14.23, akkor nem egy déli bábbal akart minket megtéveszteni. Ő ma is testben jön el, olyan valóságosan, mint ahogy eljött Judeába. Azért mutatta meg magát akkor, hogy az emberek megbizonyosodjanak ennek a lehetőségnek valódiságáról ugyanúgy most is testben jelenik meg, mindazoknak, akik befogadják őt, mint a régi időkben, amikor Izrael a pusztában volt, sőt, még Ábrahám és Ábel napjaiban is. Belefáradnánk annak találgatásába, hogyan lehetséges ez, és meghalnánk lelki ésségben, miközben haboznánk, érezni és látni, milyen jó az Úr, és tétováznánk teljes elégedettséget, és örömet találni jelenlétében. Döprezent Rút, 1896. október 29.